A csapadék mennyisége megfelelő volt, de a hirtelen lezúduló eső jelentős része elfolyt, így a növények számára nem volt hasznosítható. A mélyen fekvő területek azonban országszerte belvizesek, vannak olyan búzamezők, amelyekre csak lánctalpas vagy gumihevederes kombájnokkal lehet rámenni. A csapadékos időjárásnak köszönhetően itt is, a mi megyénkben is nagyon akadozva zajlik az aratás. Az őszi árpának a betakarításáról elmondhatjuk, hogy a 100%-ban befejeződött, valamivel jobb a termés átlaga 2019-estől. Az őszi búza egy olyan háromnegyed részben van betakarítva. Itt is azt mondhatnánk, hogy a megyei átlag valamivel jobb, mint a tavalyi. Természetesen ez nem az országos átlaghoz hasonlítjuk, hanem a megyei átlaghoz. A rozs betakarítása körülbelül 50%-on van, a tritikálé betakarítása 55% körül. Ennek a betakarított mennyiségnek is az átlaga valamivel jobb a 2019-es a tavalyi évtől. A káposzta recept betakarítása a végéhez közeledik, illetve a most még aktuális magborsó jelentős része is már a tárolókban van. Az országos tapasztalatokhoz képest megyénkben jobb a helyzet, itt csak az igazán mélyen fekvő területeket lepte el a belvíz, azonban nagy kiterjedésben ezeken a helyeken sem lepi el a víz a kalászosokat. Kifogástalan minőségű még az eddig betakarított a több éves átlagtól jobb minőségűt takarítottunk be, azért is erőltetnénk most már a betakarítást a még kint lévőknél, mert most már majd ettől a sok csapadéknak köszönhetően megjelenik a fuzárium, illetve a gyomosodás is elkezdődik, és én azt gondolom, hogy most már a nedvesség miatt nem szabad várni egy percet, se inkább ha 18 alá esett a nedvesség, akkor kell legfeljebb egy szellőztetés vagy egy szárításon át kell neki esni, de nem szabad tovább várni, mert minőségi romlások következhetnek be. A betakarítási nehézségek azonban nem jelentik azt, hogy drágulásra kell számítani a malom, illetve a sütőipari termékek piacán, mondta a televíziónknak a Magyar Pékszövetség elnöke. Egyrészt nem ért véget még az aratás, tehát nem lehet teljes 100%-os biztonsággal eredményeket mondani. Másrészt pedig a mi részünkről az a helyzet, hogy a magyar sütőipar semmilyen jelzést nem kapott a malomipari cégektől arra vonatkozóan, hogy listára szeretnének emelni. A nagy mennyiségű csapadék tehát nem okozott jelentős problémát a megye termőterületein, sőt, több olyan délnyírségi terület is van, ahol a dinnyét és a burgonyát még öntözni is kell. Hiába esett sokszor az eső, ezeken a részeken nem volt megfelelő a lehullott csapadék mennyisége.